Dr. Maráci Gabriella vagyok, a Békés megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervének közegészségügyi osztályvezetője. Én a kezdetektől fogva benne vagyok a Mintamenza csapatban, hiszen az óvodai táplálkozás egészségügyi felmérést a mi osztályunk dolgozta fel és értékelte, és mi szembesültünk először azokkal az eredményekkel, amikre alapozva ezt a programot el tudtuk indítani. Akkor megdöbbentően rossz eredményeket kaptunk, és hát úgy gondoltuk, hogy ahhoz, hogy egy egészséges felnövekvő generációra lehessen számítani, a lehető legkorábban kell elkezdeni a közétkeztetésben és a beavatkozást, bölcsődés, illetve óvodáskorban. Az óvodáskor azért is a legszebb és legérdekesebb korosztály, mert a felnőtt koré táplálkozási szokások éppen ebben a korban alakíthatók ki a legjobban. Az, amit a kisgyermek első közösségébe kerülésekor szokássá tesz, elfogad, az a felnőtt életében már egy elvárt és egy természetes dolog lesz. Hát ezért gondoljuk mi azt, hogy éppen ez a korosztály az, ahol a legjobban és a legszebb eredményeket felmutatva lehet tevékenykedni és szép eredményeket elérni. Ez a korosztály tulajdonképpen a mai társadalomnak az egyik hátulütője vagy hiányosságára tudunk alapozni, hiszen nagyon sok fiatal szülő otthon sem főz. Próbáljuk a kényelmi termékekkel ellátni a gyermekeket, és hogyha ehhez szoknak hozzá, akkor nagyon sok elhízott úszógum és kövér felnőttel fogunk szembe találkozni az utcákon, és ezért tapasztaltuk, hogy sokszor az óvodába kerülő gyerek nem ismeri meg a zöld babot, nem ismeri meg a kelkáposztát, nem látott még otthon olyat, mert csak látott egy hamburgert, egy chipses zacskót, vagy kész, megtisztított, fagyasztott terméket. Ezért tartjuk fontosnak a személyes találkozást is a gyerekekkel is, az óvónőkkel is, szülőkkel is. És ez nálunk a megyében nagyon jól működik. Ha én magam is hallottam már a gyerekektől az utcán, hogy anya, ő is ott volt, és hát meg tudtuk tapogatni, meg tudták kóstolni nyersen is a zöldségeket. Érdekességeket lehet róluk megbeszélni, verseket lehet tanulni, rajzolni. Iszonyatosan nagy tárháza van azoknak a tevékenységeknek, amikkel ezeket a gyerekeket be lehet vonni, és reméljük, hogy ők már egy olyan igénnyel fognak iskolába menni, és hát felnőtt korba belépni, hogy ezeket a ételeket keresik, és ezeket az ízeket fogják keresni, akár vendéglőben, akár otthon.